Robi. Jó estét, Victoria. Fiam. Micsoda meglepetés, gyere. Igen. Bocsánat, hogy zavarok. Ugyan, semmi baj. Történt valami Tatjánával? Nem, semmi ilyesmi nem történt. Az jó. Tegezhetem Victoriát? Igen, persze. Ő csak le. Köszönöm. Szóval, egyből a tárgyra térek. Jó. Én ott voltam, amikor Francescóval jártál. Én nyitottam neki ajtót, amikor meg akart lepni. Én hoztam fel az összes ajándékot. Emlékszel? Igen. De nem értem, miért jöttél? Azért jöttem, hogy tisztázzuk a helyzetet. Már nem vagyok Acaval Urien szolga. És ha nem tévedek, már nem jártok Francescóval. Bocsáss meg, Ruby, de azt hiszem, hogy ez nem tartozik rád. De igen, rám tartozik. Hogyan? Mert ha nincs köztetek semmi sem, akkor én szívesen járnék Francescóval. Oh. Azt akarod mondani, hogy köztetek? Ti most randiztok? Igen. Nekem tetszik Francesco, és szerintem én is neki. És mindketten szabadok vagyunk. Szabadok? Igen, szerintem senkit sem zavarna, ha mi járnánk. Szeretném, ha értékelnéd, hogy ezt elmondom neked, más nem tenni ezt a helyemben. Hogyne, persze, értékelem. Ráadásul attól az orvostól vársz gyereket. Gondolom, neked már nem olyan fontos a kettőtök kapcsolata. Nem, igazad van, nem. Nem fontos nekem. Kicsit sem, úgyhogy... Legyetek együtt, és legyetek boldogok. Engem felejtsetek el. Mérges vagy. Nem. Csak szenvedek. De nem miattad. Még valami, Ruby. Francesco nem olyan, aki szereti a kötöttségeket, vagy a hosszú távú kapcsolatokat. Ki mondta, hogy hosszú távra tervezek Francescoval? Szép napot. Miért kapom? Mert újra születtél. Jaj, hála az égnek. Pont jókor jött Victoria kisasszony, mert azt mondják, hogy szörnyű vihar közeleg. Igen, szerencsére itt vagyok. Most sokáig marad itt. Nem, csak két napot. A kisbabám bármikor megszülethet. Jaj, de jó. Most pihenek egy kicsit, jó? Jól van. Tudja, el kellene mennem a faluba vásárolni pár dolgot, de nem akarom egyedül hagyni. Nem, menj csak. Igen? Menj nyugodtan. Szükségem van valamire? Nincs. Csak pihenek egy kicsit, de azért nincs köszönöm. Nincs mit. Akkor megyek. Rendben. Szia! Jaj, Tatjám, Isten szia. Hozott itthon, de jó, hogy újra itt vagy köztünk. Szia, Isten köszönöm, hozott. Köszönöm, Gino, köszönöm szépen. Jaj, annyira aggódtunk. Úgy örülök, hogy így felépültél. Igen. De nem bír sokáig talpon maradni. Ó, ezért mondta Pazasszony, hogy készítsem elő a földszinti szobát. Igen. Jó ötlet. És Juan Manuel?
Jól van, eljött a kórházba, de dolga akadt, így ő hozott el engem. Ne haragudj, Gino. Menjetek csak. Jaj, de megható. Nézzenek oda, kik vannak itt. A boldog pár. Isten hozott titeket itthon. Jaj, kicsim, ne. Ne, kérlek, várj még. Kicsim, várj még, kérlek. Segítség! Irupi! Pedro! Ezt nem hiszem el! Segítség! Victoria! Mi történt? Jön a baba! Mi történt? Jön a kicsi! Nyugodj meg, gyert, itt vagyok veled! Itt vagyok, lélegez mélyeket! Nyugalom, lélegez! Lélegez mélyeket! Nyugodtan, szépen, nyugodtan! Mélyeket lélegez! Úgy izgulok! Itt van! Na és... Doki... Igen? Hol van a gyerekem? Jaj, nem, Juan. Ez nem a gyereke. Ha? Mi az, hogy nem a gyerekem? Miket beszél? Nem. Ha? Miről beszél? Nem tudom, miről beszél. Ezt nem hiszem doktor, el. Hogy édesem, nem értem, mit jelent ez. Miért mi az, nem az hogy enyém? Nem a gyerekünk? Nem a gyerekük, hanem a gyerekeik. Ikrek lesznek.